A szép idő és a kísérő rendezvények sokszínűsége rengeteg embert vonzott ki a szabadkai lóversenypályára. Burány Rihárd a tornyosi csapat képviseletében már negyedik alkalommal vesz részt a főzőversenyen. Mi így teszünk bele egy pici fokhagymát, meg ugye be kell tejföllel, liszttel be kell habarni, úgyhogy hát ez lesz, vagy így kell megcsinálni, és aztán bízunk benne, hogy a legjobb lesz. Az esztétika, a tálalás és a finom íz mellett a zsűritagok a csapatok egységességét és a sátrak szépségét is figyelték. Most először van alkalmam arra, hogy végigkóstoljam a sok-sok finomságot, meg hogy részt is vegyek abban a munkában, hogy kiválasszuk nem csak a legfinomabb sertésragút, hanem hangsúlyt fektetünk majd arra is, hogy melyik a legérdekesebb, legdíszesebb pavilon, hol van a legerőteljesebb jelzése a hagyományápolásnak. A 12. alkalommal megrendezett lovas rendezvény a Rátonyi Róbert Színház művészeinek előadásával zárul.